Jó napot kívánok! Mindenkit köszöntök, különösen azokat a diákokat, akik gimnáziumból jöttek, azért, hogy hallgassák, miben áll a Pazmány Péter Katolikus Egyetem Katolikus Lelkisége. Én Alessandro Atya vagyok, egyetemi lelkész, egy olasz missziós pap vagyok, már bőven tíz éve itt lakom Budapesten, és örömmel szolgálok a Pazmányon. Nem könnyű, a magyar nyelve nagyon nehéz, de egyszerre szép. És számomra valóban nagy öröm kifejezni idegen nyelven azt, hogy miért itt vagyok, miért megéri egy katolikus egyetemen tanulni. Ez az egyetem katolikus egyetem. Ez azt jelenti, hogy a szellemisége, a kulturális alapja a katolikus keresztény hit. A mi büszkeségünk azt állítani, hogy ez nem egy semleges egyetem, ahol minden velemény ugyanaz, ahol minden hozzállás ugyanaz. Inkább van egy identitásunk. Az, hogy az egyház tanító hivatala alapján Oktatunk, tartunk kapcsolatot a hajgatókkal, kínálunk lelki programokat. Az, hogy az egyetem katolikus nem zárja ki azokat, akik esetleg még nem keresztelkedtek meg, azok, akik nem vallásos emberek. Mert ez egy nyitott hely, de ez a nyitottság egy befogadó nyitottság. Mindenki te szeretettel várunk. Azokat, akik szoktak templomba járni, akik gyakorló keresztények, azok, akik talán elhagyták a hit útját, de vissza szeretnének térni a hitre, azokat is, akik soha nem jártak egy templomba, akik csak azért jönnek egyetemre, mert azt hiszik, hogy a katolikus egyetem Értékeket kínál, amik hiányoznak más helyen. A lelki egy olyan szolgálat, ami ad lehetőséget mindenkinek megismerni és megélni a keresztény életet. A Kapulnában vannak Szent a lelkész eh, segít valakit, ha esetleg az ember szeretne részt venni az gyház szentségeiben. vannak ifjúsági heti csoportok, amikor a körülmények megengedik, karitatív programokat is tartunk. Minden azért van, hogy az, aki keres, aki keres egy keresztény, E Kínálatot megtalálja azt itt nálunk. Különösen a jogi káron, a jog az, aminek van alapja. Szerintem ez az, ami jellemzi egy katolikus jogi egyetemet, hogy a jognak van alapja. Itt a tanárok, az oktatók a, a természetes jog alapján tanítanak. Ez azt jelenti, hogy az emberi jogok nem olyan valami, ami könnyen változhat meg napról napra a divat szerinte, vagy a szerinte, ami a média, a közösségi hálózatok diktálnak. Inkább van valami szilárd, valami stabilis. Mi erősen hiszük, hogy az embernek vannak alap jogait amiket maga az Isten adott nekünk, amiket az Isten beírte a természetünkbe. Így megéri jogot tanulni, amikor valóban a gyengek, a betegek, a rászorulók mellett állunk, amikor tudjuk, hogy az ember méltósága nem abból, nem attól függ, hogy milyen családban született, milyen a munkája, milyen a törzse, milyen a nyelve. Az ember méltósága az, hogy Isten gyermeke. Az, hogy ember. Mindenkit szeretettel várunk, reméljük nem sokára találkozunk a Pazmányi Péter Katolikus Egyetemen. Sziasztok! Pázmány jogi kar, ahol nem csak a jog, hanem az igazság is megismerhető.